Sajnos. Na, de brutális ez a screen, nem? Marhára tetszik, csak fura, hogy nincs semmi zene. Na mindegy. A zene és a képi élmény az introval együtt menő volt. Subtitles on. Yeah. Okay. Kicsit beállításozunk mindjárt. A zene nagyon hozza a dolgokat. Adja a hangulatot. K. Péter, Árész, Toma, Gulemfal, Ergo és Gergely Kladi. Nagyon szépen köszi. Üdv mindenkinek a streamben. A mai téma az Aliens Dark Descent, ami egy taktikai játék, XCOM-hoz hasonló szerű tactical cucc, az Alien Universe-ben játszódik. Low preset? Ha low preset, miért minden epic? Hát ez hülye, na mindegy. Diff play. Sajnos. De a zene nagyon hozza, nem? A pause game talán az nem kell, vagy kell? Nem tudom, majd meglátjuk. Legalábbis én eddig ennyit tudok róla, nagyon kíváncsi leszek, milyen lesz a játék. Nagyon kíváncsi. De ez a, mondom, ez a menü, ez állat. Ezt még nézzük egy kicsit. Sir Moka, köszi szépen. András Németh, Gabriel Fox, köszi szépen nektek is. Nagyon jó a zene. Nem, ez egy tactical game. Full medium. Látni akarjuk, milyen a game. Nem a tutoriába ülni 3 órát, vagy 2,5. Nem turn-based, csak a perspektíva, a megközelítés. Igen, de nem úgy XCOM, mert hogy elvileg úgy tudom, hey! Én úgy tudom, hogy ez a játék olyan, tehát első ránézésre olyan, mint az XCOM, de nem turn-based, hanem real-time. Én úgy tudom, de meglátjuk. Igen, tehát innen is látszik, hogy egy kicsit ilyen XCOM-like, tehát ez köszönt, hogy ez egy nehéz játék. És hogy tölts elég időt a tutoriállal. Oké. Okay. Na nézzük. Baromi kíváncsi vagyok. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a franchise-t, úgyhogy az Alien franchise-t már nagyon kiskorom óta nagyon hangulatosan kezdődik. Abszolút. Ez tökre olyan, mint ahogy a 2 kezdődik, nem? A zene. Az abszolút. Tehát szerintem ugyanaz a... meg nem véletlen. Ilyen szarkofágnak tűnik. Vagy egyéb. Azt mondja, biohazard containment. Aha. Basza. Vajon mi lehet benne? USS Otago from Pioneer Control. All transit corridors show green.
Ez egy hasonló klasszú hajó, mint amilyen a kettőben volt, nem? Legalábbis úgy néz ki. Ez olyan, mint a Sulaco, nem? Mert a Nostromo az kereskedelmi hajó volt, de a Sulaco az így nézett ki, mint ez, nem? Az anyámot. Igen, így nézett ki a Sulaco is. Az teherhajó volt, igen. Ilyen kereskedelmi teherhajó. Az másfél nézett ki, de a Sulaco így nézett ki, mint ez, az új. Nem számítok nagy sztorira, bárki tudja. Hogy tojás van benne. Tekintve ugye azt, hogy nem alien, hanem aliens, és a betűtípust, amivel az Aliens van írva, ez inkább a kettőhöz köthető, a bolygón a halálhoz. Az Alienshez. Mert ugye az volt csak Aliens. A zene az full licensed, az tuti. Any news from Lisa Hayes? Sorry, sir. We're having a hard time reaching anyone. That storm probably... Damn. Must be one hell of a hurricane to cut us from the whole planet. Chief Administrator, I'm showing a weight discrepancy on the Bentonville's manifest. They just asked for a takeoff accreditation, but half the shipment is still at dock. Mm-hmm. Half, you say? Well, we just earned a bonus. I'll allow them to take off right away. Protocol dictates. How many times? Company protocol doesn't mean anything out here. What works, works. And we're already behind schedule. Director Price? Isn't here. Van egy sajátos stílusa az áldozatőnek. Nem tudom, mire emlékeztet. Kicsit ilyen... Kicsit ilyen rajzfilmes a stílus. Tehát, hogy nem azért van így, tudjátok, hanem van egy ilyen stílus, amit választottak, gondolom az engine miatt, vagy mert így volt egyszerűbb. Something is wrong here. I can monitor the cargo bay camera security feed just as well from my office. Igen, tehát akkor őt az irodájából lehet irányítani. Aha, milyen érdekes! Beszarok. Tehát, hogy ez... A tutoriára nagyon kell figyelni. Aha, van zoom, meg zoom out. Aha, itt van. During a mission you will have to complete several objectives, tehát egy missionon belül több objektív van, illetve lesznek secondary objektívek, amik rejtett dolgokat, meg extra dolgokra valók, tehát azokat tudjuk majd unlockolni vele. Bal fent lesz a cuccok? Aha, igen, értettem. Igen, és akkor, aha. Tehát ilyen RTS szinten mozgatjuk a karaktert. Elmondtuk az elején, hogy ez milyen game, srácok. Szóval az a lényeg, hogy, tehát real time, izometrik. Ezek az androidok. Valaki esetleg tudja, hogy timingban hol van ez a játék, mert direkt vakon maradtam, hogy meglepetés legyen. How did you guess? I may be synthetic, but I'm not blind.
Are you sure I can't be of assistance? No. Ó, biztos nem játsszák meg az androidokkal, probléma lesz lépést, ugye? Of course. But I'm afraid this corridor is closed due to maintenance. Alien 3 után 20 évvel. Köszi, Norbi. Van egy Brianünk, Freddy, Sima Árpi, Palotin Gábor és Dilp. Köszi szépen, srácok. Nagyon kíváncsian, várom én is, hogy mi lesz. I heard no one's picking up on the planet. Not even Jackson's land. Igen, és akkor ide kell... I have a friend there. Bejönnünk, azt mondta, hogy az irodájában is meg tudja nézni a kamerákat. Reach your office to check the camera feed for Cargo Bay 4. Kíváncsi vagyok, hogy a harc hogy lesz megoldva így. Tehát a négyes rakodó. Cargo Bay. Do you need me to show you to your room? Raktár. Last I checked, you couldn't find your own ass with both hands. Nem jut eszembe. A négyes Cargo Bay-t kell megnézni a kamerával. Nem raktár. Pedig van erre egy szó. Supply shuttle Bentonville, secure for launch. Dock. All crews. A dock az nem rossz. A rakodónak hívtam én is. Aha, hogyha kétszer kattintunk, akkor lehet futni. Oké, okay, objective completed. Ez full tutorial ez, de hallott, olyan izgatott vagyok, nem tudom, én nem tudom, nem tudom. Szeretem ezt. Nagyon szeretem, mikor ilyen ismerős terepen jársz, de mégsem. Use computer. Oké? Okay? Welcome, Administrator Hayes. Hüha! Egy dolgot nem értettem, mert figyeltem a csetet is közben, nem tudom, hogy mennyire figyeltetek oda. Amikor mutatták a katonai hajót, hogy érkezett, az időben már ezután volt? Az már azért jött ide, mert megszűnt a kapcsolat ezzel a hajóval? Vagy, mert mintha úgy értettem volna. Ezek meg így nyugiba dumálnak. Hasonlít az Arkane-re a cutscene? Amúgy egy kicsit igen. Így értettem én is a saját stílust. El kell érnünk a liftet. Nem volt egyértelmű? Én se értettem világosan, azért kérdeztem vissza. Where's Chief Durant? Settling the labor dispute on a rally. Egy időben van? Oké. Gather a security team and come. Meglátjuk. Not a chance. McDonald just linked in. Told us you'd be stirring up trouble again. I ain't getting involved. Take it up with him. Thanks for nothing. Bizony, páncélos asszonyság. Gratula innen is. Ez már valami. Nagyon köszönjük. Docking Bay. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz a harc jól megoldva, és mennyire maradt para a játék. Térkép, térkép, ez az. Bakker! Hát az a baj, hogy ez a Gamers fanoknak van kitalálva, srácok. Uh-huh. Úgy néz ki a térkép, emlékeztek, mint a bolygó neve halálba, amikor nézik a szellőzőrendszereket, meg hogy hol hegesszik be az ajtókat, nem? Uh-huh. Itt vannak az objektívek. Ugye, ugye? Á, bassz, meg nagyon durva. Igen. Current objective can be selected. Igen. On the top right of the map screen, ott vannak a floorok, oké? Okay? Aha, és a back-kel tudunk kilépni innen. Zsillet. Már csak egy paklikártya kell. Supply shuttle Bentonville is cleared for launch. És jól néz ki amúgy, nekem nagyon tetszik. Aha, és akkor látjátok, elvileg, hogyha így jövünk, akkor úgy
Az a legrövidebb út. Igen, mert ez az ajtó zárva van továbbra is, ez viszont elvileg nyitva lesz. Obi, így nagyon nehéz. Én tudom, hogy nagyon nehéz így melózni, de az a baj, hogy igen, tehát én már most kijelentem, hogy ez a játék, hogyha olyan szar, mint a kurva élet, akkor is megérte belenézni, mert a hangulatba hozott, csak érjek haza. Hold on. You're going to be all right. Cargo. Hey. Things. Things. Nem egy van. Stay with me. Stay. God. Tehát nem egy van. Torpít, eremje. Nagyon szépen köszi. Még egyszer köszi, páncélos asszonyság. Imádom ezeket a kiírásokat. Something is definitely happening in Cargo Bay 4. Na ne basz! Kövesd a vért, mi? You need to see what's in there. Okay, you can hold in the environment in order to light up the corresponding direction. Better take his pistol. No, whatever's in there doesn't. Nem mentek a faszomba! Így real time kell világítani a sötétbe! Seems like it came from the platform. Get a closer look. Tehát ugye a jobb klikkel odarakom, hogy menj oda, és közben tudok Semmi. Tehát a jobb klikkel klikkelek, és közben tudom forgatni, hogy hova világítok. Csak lassan. Aha, de több ilyen tároló volt, és nincs információja. A hölgyemények nem tetszik, hogy folyton kiugrik a legtávolabbi nézetbe a kamera. Meg kell vizsgálni. Tehát nem tudták, hogy mi van bennük. Legalábbis ez a nő nem. Szép kis András. Átvezető videó. What is all this? Fav. Ugye mit fog csinálni ezzel a pisztollyal? Na jó. Látod, hogy szent? Látod, hogy elszólt? Azt a kurva. Oké, nagyon nagy baj van, ki kell jutnunk innen. Ott futott el ott. I can't leave that thing running loose. I need to lock this damn door. There's a welder back there. Aha. Van egy heggesztő, egy welder itt, amivel le tudnánk zárni az ajtót, hogy ne hagyjuk őket kijutni, és akkor bezárnánk ide őket ebbe a rakodóba. Time to get it sealed up. Whatever that thing is, can't chew its way through a door. Keep it together, Michael. Heggeszti az ajtót. Okosan csinálja a game, hogy nem mutatja őket egyből. Very nice. I thought I told you. What the hell was aboard the Bentonville? What are you talking about? The dock crew and cargo bay 4 are dead. Dead? That's not funny. Something got loose and killed. Power failure. Power failure. Engaging emergency generators. What just happened?
Lekapcsolták az áramot. Lekapcsolták? Hogy lekapcsolták, ugye? Hudson. Eddig a pontig jobb, mint az Alien Covenant. Ettől még a game lehet szar. Még mindig. Bocs. Fura, hogy eddig követte amúgy a csajt a kamera, most nem. De lehet, hogy ezt én basztam el, mindegy. What the hell is happening? Everyone's dying in there. The Bentonville. I can't let that happen. USS Otago, this is Administrator Hayes. There's some kind of infestation aboard. Otago, you have to intercept the Bentonville before it leaves the system. Mm-hmm. Can you hear me? Otago. Azt mondja, hogy tartsák fel a hajót. Is everything alright? Please copy. Damn it. Jó, akkor egy időben érkezett tényleg az Otago ide, és arra kérte Mike, hogy állítsák meg a hajót, ami hozta ide a cuccokat, hogy nehogy más helyekre is figyeljen. You won't find help abound... mit? Ah, oké. Okay. Hogy jutunk el oda? Nem itt. Vissza kell mennünk a főfolyosón. Mondom, nagyon kíváncsi vagyok továbbra is, hogy hogy lesz megoldva a harc. Látok, mi a... Hogyha ide bemegyünk... Tudom, itt van-e valami, amit fel lehet venni, vagy egyéb dolog, de nem láttam még ilyesmit. Nem tudom, hogy van az inventory rendszer... Louis? Are you in there? I need access to the comms room. Louis, answer me, damn it! Go away! You draw him right to us! Open the damn door! No way! It's staying locked to keep those things out! You think that'll help? They're in the vents. Vents? What's that, loser? Shit! Louis! Louis! Alert. Alert. Station integrity compromised. Boss Mac. Kerülnünk kell. Azt hiszem látom, hogy hol a térképen. És látjátok, itt ha bejövünk, akkor így körbe, és talán itt. Manning? It's out there. It's waiting for me. Manning, you can't stay here. No, no, it can't see me here. Go away, go away! Okay, just keep your head down, right? Bazd meg. Itt jobbra.
itt van a láng, amit ki akartunk kerülni. Egészen odáig megyünk. Oké. Okay. Ez a comms room. Ez, van itt valaki. Daniel, ez egy Adrian. Adrian, egy android. Én csinálom flashback. Nem dinamikus a kamera. Why would they do that? They're animals. Sorry, I have no idea. I wish I could help you. Ott repül a Jackson. Shit, the Bentonville. I need to stop that ship. Ha ezt is a vállalat csinálta, akkor az androidok is benne vannak. Daniel, our planetary quarantine protocols. They're still operational, aren't they? I do believe so, Deputy Administrator. What do I do? Those things have to come from the planet. If even one gets off-world... No, there's no choice. I can stop them. A Bentonville-t akarja lelőni? You're only following the Weyland-Yutani containment procedures. The Cerberus protocol was specifically designed for a situation like this. What you're doing is only right. Right. Yes. Cerberus protocol. A Cerberus protocol maradt csak. Ha be tudjuk jelölni, látjátok, hogy merre kell menni. Eltüntetni? El tudom. Na most jelöljük rá, aztán meglátjuk, mi lesz. Aha, itt mutatja is. Látjátok, hogy merre van a pötty. Igen. Igen, nem tűnik el akkor, ha elérjük. Erre kell jönnünk. Cerberus protokoll. Az vajon az lehet, hogy le kell lőni a hajót? Vagy valamilyen önmegsemmisítés, hogy ne jussanak ki ezek a lények? Igen, Atom, ez így van. A Winona Ryder által alakított android a feltámad a halálba mondja, hogy volt egy ilyen. Vagyis hát nem ők mondják, hanem a legénység, talán. Oké. Activate Cerberus Protocol. Autonomous Planetary Defense System. Az automata a bolygóvédelmi rendszer. Le fogja lőni. Warning. Three ships detected. USS Otago, Bentonville, Baldrin. Will be caught in the high orbit interdiction radius. Please confirm command. Basz meg, de akkor a másik kettőt is lelövi. Cerberus Protocol activated. Purging contaminant vectors. Stand by. Három hajó van. Az Otago, a hadihajó, a Baldrin és a Bentonville. Aha, ez egy műholdas védelmi rendszer, de nem tud választani. Mindhármat le kell lője. És azért lövi le mindhármat, hogy arról az egyről ne jusson ki. Engaging targets. Rip Bentonville. Milyen kurva jól meg van csinálva ez a jelenet itt, bazd meg. Igen, azt a másik hajót, az totális off. It had to be done.
És mi lesz a hadihajóval? Hallott? Jól megcsinálták a jelenetet. Van feszültség benne, meg minden. Meg tök jó a reveal. Na igen, enemy detection. When your squad encounters an enemy while undetected, the enemy will not detect your squad immediately. Tehát el lehet rejtőzni. The detection delay is represented by a yellow line. Okay. That goes from the enemy to one of your squad members. This line will gradually fill up with the red, and when it's completely full, the squad will be detected. Okay. Cover. You can avoid being spotted by finding me by hiding behind cover. Cover spots are indicated with small green square. Okay. Le lehet googolni. Fasza. De akkor ez itt is real time, tehát nem lesz körökre osztva. A hangot vajon hallják? Ott van. Oké, és most eltűnt. Fasz tudja, hol van. Át kell jutnunk ennek a résznek a másik oldalára. Azt írta a... Ja igen, ez az a zöld négyzetecske, ami azt jelenti, hogy le lehet googolni mögé. Tehát látjátok, itt nincs, de ide-ide lehet googolni például. Vagy ide. Oké. A sárga vonal azt jelzi, hogy megszopkodtam. Hogy itt van. És pirosra vált, amikor... Azt nézzétek meg. Aha. Tehát meg tud látni úgy is, hogy háttal van. Fasza. Itt van valahol. Ott van, itt jön. És nekem itt az ajtó, ahová mennem kell. Úgyhogy ez valami nagyon nagy rás lesz, csak megvárjuk, amíg elmegy. De ez tök túl, én azt hittem, hogy ez körökre van osztva. Ez így nagyon para. Az a para része. Holnap fog berepülni majd Luke Skywalker. Olyan elég messze megy. Ne. Hát ez gond.
Colonial Marines. A pulzrefő hangja. Legyen rendben. Eddig minden rendben, legyen az. Shut the door! Shut the door! Ah, zsír, rendben van. Lost contact with the Otago. Well, that's just great. I'm Sergeant Harper, USCN. You? Hayes, Deputy Administrator. You're from the Otago? Yeah. What the hell was that thing? It was... Tehát az Otégóról már itt vannak. A hajón. Alright, people. We're falling back to the dropship. Tehát ide jöttek egy dropshippel. Akkor ők még nem tudják, tehát ezek a Colonial Marine-ok nem tudják, hogy mi lett a az Otágóval. Aha, tehát most már együtt mozognak. Tehát együtt mozog a squad, nem pedig külön-külön srácok. De durva, izé is úgy néz ki. Itt vannak mögöttem. Jók leszünk itt, ugye? Jók. Tehát látjátok itt is? Tehát most már full együtt mozognak. Cerberus Protocol in effect. What the fuck is a Cerberus Protocol? Nem tudják. No clue. Just keep it moving and watch those corners. It's planetary quarantine. Nothing in, nothing out. Amikor az első akciót hajtották végre a bolygó neve halálban, és nézték a kamerákat, akkor szerepeltek így a nevek, nem? Ugye? Azt már jó tudni, hogy a fejlesztő csapat szereti a franchise-t. És nem csak így, mint a gép csinálták. Át kell jutnunk szembe. A liftnél. Én úgy gondolom, Valdorf, igen, hogy fontos volt az is, hogy jól sikerüljön. Nem csak az, hogy kész legyen. A map az eszméletlen, és látjátok, hogy van a kis mozgásérzékelős feelingje is, meg azt tényleg, hogy a map az úgy néz ki, mint a filmben volt a map, amikor tervezték, hogy fognak védekezni. Oké, nézzük, hogy tudunk tovább jutni. Most itt vagyunk. Igen, ahogy látom, itt nem tudunk tovább menni ebbe az irányba, tehát ez a folyosó itt zárva van, úgyhogy itt kell kerülnünk erre, és itt. You okay, Sarge? Eyes ahead. Something's coming. Mi? Mi a faszom, megérezte a midichlorianokba? We've got movement. Mozgásérzékelő? 60 méteres körzetben működik. Fehéren világít minden, ami mozog. És a nagy mappon látom, szerintetek? Látom. Aha, közel van ahhoz, ahol az objektív van. Még nem mozdult meg, de az intenzitás nő, mert egyre közelebb vagyunk. Próbáltam bevilágítani előre. Itt van a fal túloldalán. Az, hogy én taktikai szemmel a fogofor miatt nem fogom látni. Itt sem, tehát csak akkor, amikor már konkrétan ránézünk. Nem mozdul. Szerintem ez lehet, hogy valami haldokló ember lehet. Vagy valaki, aki már még nem bújt ki a Jackson. Where are you going? It's not safe here. It's not. Damn straight, but we'll get you out. No, you don't understand. It's here. It's here. Light it up.
Oké, na nézzük. Squad. Marines are trained to automatically open fire on enemies when detected. Tehát ha észreveszik a squadot, tehát a piros vonal beéri a sárgát, automatikusan lőnek. A marinok akkor is lőnek, hogyha mozognak. Pen running? Igen. Tehát futás, sprintelés közben nem tudnak lőni, de séta közben tudnak. Tehát tudnak mozogni, miközben lőnek. És autoshoot van. Tehát, hogyha most ide kattint... Eyes up! That thing's still out there! Nem halt meg. De hová tűnt a mozgásérzékelőről? Take him out! Use the grenade! Aha. Aha, igen. Tehát van egy skill menü. Your marines have access to skills that will help them deal with various threats. You can open the skill menu while passing spacebar. És van egy, aha, és akkor van egy ilyen skill, hogy you want grenade launcher. Aha, és tudunk gránátvetőzni így. Squirrely bastards, ain't they? Squad command points. Command points are a resource that can be spent in order to use skills. Tehát a command point, ami ott van középen fent, látjátok, a lőszer és a villáskulcs között. Az az, hogy hány ilyen skillt tudunk használni, és az egyik ilyen a gránátdobás. Tehát ez erőforrásba kerül. És fogy a lőszer is? És ha bemegyek a savba? Jó, oké, zsír, már azt hittem, bazzal, hogy kerülgetni kell, megőrülök. Hívjuk a liftet. Biztos, hogy gond lesz. Balról jönnek. Suppressive fire. Van egy olyan, hogy aha, fedezés. Suppressive fire. The marine covers a selected area within the... Csökkentett pontossággal. De nagyobb fire rate-tel. Nézzétek, és ki tudok jelölni egy pontot, hogy ezt a folyosót fedezzék. Aha, lelassulnak az enemik, ha bekerülnek. De a fire rate-ünk nő. Egy command pointot csökkent. Fedező tűzbe állítva. Tehát sokkal gyorsabban lőnek, hogyha suppressing fire van. Daniel! Daniel, is that you? Administrator Hayes, where are you going? We're getting to safety, Daniel. Please, come with us. I'm afraid I can't permit that. Cerberus protocols are in effect. I know, but we can't stay. It's not safe. The protocols are clear. Nothing in, nothing out. A Cerberus protokoll miatt kattam meg az androidigem. Követnie kell az utasításokat. Aha, tehát az androidokat is öldökölni kell. És akkor látjátok, így van a fedező tűz. What the hell was that? I don't know. I've never even heard Daniel raise his voice. Sense, man. Creepy little fuckers. Oké, és akkor ebből az egy action pointból ő végtelenség nézi itt a dolgokat. Az a lényeg, hogy az androidok azért fordulnak ellenünk, tehát ez sztorival van megmagyarázva, mert a Cerberus protokoll nem hagyja senkinek, hogy elhagyja a hajót. Docking Bay. Igen, mert hogy elvileg ők a dropshipper idejöttek a másik hajóról. Nem. Tökre nem turn-based. Real-time. Real-time tactical strategy. Olyan, mintha az XCOM egyszerűbb lenne, de nem turn-based, hanem real-time. Hey, what a mess! Fuck! Incoming! Ajaj! Oké, ez is tutoriál még, tehát muszáj volt ezt csinálni. Lesérült az egyik marin. Some kind of acid. Fuck, what kind of blood type is that? Keep your distance, Marines. Latimer, you fit to move? I'm not dying here. All right, let's get off this damn station. Robbie, Final Fantasy. Elvileg. Aha, amikor meghal egy Xeno, van egy esély arra, hogy ilyen savrobbanás lesz, amikor meghal egy xenomorf, és minden közeli marinnek egy sebzést okoz. Távol kell maradni az idegenektől, miközben lőjük őket. Tehát így gyakorlatilag kájtolni kell, hogy úgy mondjam, és akkor nem robban a pofádba.
We need Latimer mobile ASAP. I'll break open the medkit. Aha, van medkit, gondolom az is. Health points and armor. Each marine has his own health bar. Itt van a health bar. Latimer van szarban. És látod, van rajta egy egy lábsérülés debuff, emiatt csak sétálni tud, mert megsérült a lába. Igen, van a, látjátok, itt van például Ruiz, a zöld a HP-ja, és ez a két fehér gec itt, az az armorja. Olyanja is van. Vagy critical conditionbe kerül egy marine, hogyha nulla lesz az élete, vagy meghal. A kameramozgást mondom, én csinálom. Igen. Select your wounded marine to open the interaction menu. És akkor látjátok, itt van egy ilyen, hogy select first aid. És látjátok, megjelent fönt a first aid. Négy first aidünk van. Shit. Most már csak három lesz. Ruiz, you're making it worse. Mish, don't be such a baby. There you go. Igen, tehát alapból ilyen legtávolabb van a kameraállás. Lehet zoomolni. Lehet forgatni, és tudod szabadon mozgatni a kamerát. Oké, tehát van medkit. Ugye megnézzük, hogy hogy kell kájtolni normálisan, hogyha egyszer majd lesz egy olyan lövöldözés, amikor már teljesen ideadja a kontrollt. Aha. Kellett mondani. A falakból jönnek elő. Szép. Shotgun. Baszik, mennyi skill van? Open the skill menu. Shotgun. Select Shotgun Blast. Aha, és akkor itt van. És akkor ugye elvileg, they are too close. Switch to sidearms. Igen. De most így nem tudom. Suppressive Fire Grenade Launcher, és... Igen. Az a baj, hogy... Swap weapons. És akkor így most külön... Most azt mondja, hogy a shotgun-t használjam, de nem tudom használni a shotgun-t, mert túlságosan közel van. Mondja is, hogy használjam a sidearm-ot, de nem tudom. Vagyis hát... Mondjuk... Aha, tutoriál alatt nem használható. Na és ilyenkor... Vártok, igen, ugye meglátjuk. Igen. Switch to sidearms. Those things are handy. A másik marinnal kellett lőni, oké. Okay. Azért mondta a játék, hogy nagyon kell figyelni a tutoriára. Tehát, hogyha túl köz... Aha, tehát shotgunnal is tudunk lőni, és a shotgun az ilyen insta-kill közelről? Akkor miért mondta, hogy váltsunk sidearmra? Mindegy. És akkor itt látjuk azt, hogy melyik pulse rifle-ben mennyi lőszer van. Tehát az adott marinnak kell majd reloadolnia is. Az is real time. Van még itt egy ilyen nagy stressz. Gondolom az is egy ilyen plusz változó. Fasza. Óvatosan, ott is nagyon sok vér van oda bent. Oké, csak óvatosan, most az... Faszom baja van ennek a Harpernek amúgy. Olyan, mintha én megérezné őket, de szerintem valami más baja van. Mozgásérzékelő amúgy nem mindig jelez. Sergeant Harper, pull it together! We have to leave! Yeah, yeah, I heard you! Corporal Hunslet, get your ass down here! Hot evac! All right, all right. Air Hunslet inbound. Okay. Have your boarding passes ready. Jön az evac. És akkor ez egy mission. És gondolom, a missionönként van ennyi erőforrásunk. It's now time to use everything you've learned in order to survive. Order a marine to lay suppressive fire. Hova? Ja?
Suppressive fire. Gondolom erre. Az ajtó irányába kellene a suppressive fire. Shit! Reading multiple contacts! Closing fast! How many of those things are there? Too many. We have to go. More of them are coming! Hold your position, Marines! Well, don't worry, Hunslet. There's no rush. It's not like we're all gonna die. Okay. Pause and slow-mo. When you open skill menu, you either activate slow-mo or pause the game. This will give you time to use skills. Oh, okay. Or Shotgun Blast. You can switch between slow-mo and pause at any time. Aha, tehát úgy van, hogyha megnyomom a space-t, így, akkor slow motion-be kapcsol a játék, hogy legyen több időm dönteni, de át lehet állítani, hogy ilyenkor megálljon a game. Tehát beállítás kérdése, hogy amíg kiválasztod a skillt, addig álljon meg teljesen a game, vagy csak slow-mo legyen. Hát... szerintem jobb lenne, ha pauzra állítanám. Szerintem a pauz jobb lenne, nem? Szóval király a slow-mo, de... Hell, she's taking a pounding. Otago, this is Harper. Do you copy? Hunslet, can you get us aboard? No way, Sarge. Between the debris and the decaying orbit, death trap. Damn it. At least those platforms are leaving us alone. They're designed for planetary quarantine, but Lethe has to remain operational. Low orbit is considered safe, but beyond that, it's a dead zone. Cerberus will shut down everything attempting to go through in both directions. Cerberus, huh? You seem to know a lot about it. I know everything about it. I'm Pioneer Station. That's my job. Yeah, you know why I decided to turn the Otago into scrap metal? I don't know. Nem mondja. Systems failure, maybe? You saw the state of the station. Shit, there she goes. Fuck, follow her down, Hunslet. No problem. Fireball like that's hard to miss. Most elkezd zuhanni a bolygóra? Kísérteties, hogy úgy kezdődött a rádió beszélgetés, hogy próbálják meg nem eltalálni a bolygót. China did the planet! Egy ilyen hajó le tud szállni. Én azt hittem, hogy mindenképpen a dropshipeket küldik le. Milyen kurva jól néz ki egyébként. A hangulat az csillagosatos, főleg a zenével együtt. De akkor a dropship leszállt rá. És akkor ide jöttünk, és ez itt a leszállt katonai hajó. You like what I've done with the place? Martinez. It's good to see you, Sarge. Sergeant Martinez, is your communication system working? It's online, but we're only picking up static. These colonies sure have a relay problem. But who's asking? Meet Deputy Administrator Hayes from Pioneer. Where's Captain Cochran? There's shit going down on that station like you wouldn't believe. Gone. The whole command staff's gone. You're it. Me? You made sergeant before I did. You've got seniority. Yeah, sure, but these are the captain's orders. Kicsit Higgs-es az a rész itt. So this shit's all yours. A rang idős kétségkívül Higgs-tizedes. Higgs-tizedes. Yeah, do that. Have a feeling we're gonna need it. Hayes, you better come with me. What do we do now? We don't know what is happening on the surface of this planet. McDonald's, my boss, he sure didn't. We have to get in contact with someone if we hope to get out of this mess. I hate to rain on your parade, but the Otago's shithoused. Even if it wasn't,
How do we get out past those Cerberus platforms? Igen, ez a probléma, hogy még tudna is repülni a hajó, de nem tudnak kijutni, mert a légkörön kívül fossá levő őket a műholdas védelmi rendszer. Azért is szálltak le. Csak ugye most az a nagyon nagy para, hogy elvileg ezek a dögök a bolygóról jöttek. Director Price needs to... Most pedig lefálltak rá. You want to send a message? Get out and start walking already. There has to be something. Csak így mehetünk biztosak, hogy ez. But I'm not seeing it. So you're gonna sit here and do nothing? Like hell. After what happened up there, regs are clear. We're on an alert footing. There could be a hostile biomorph loose on Lethe. Igen, ez elég 22-es csapdája. Itt vannak a dögök lent, ki nem lehet repülni. Jó, kitalálták. Yeah, that could work. For now. That doesn't solve our broadcasting problem. We have to warn the people. You find a way we can do that, then maybe. Maybe we can talk about making that happen. Until then, we save everyone we can. We're Marines. That's the job. You want to help? Get familiar with this ship. What's left of it anyway. Köszi Kovax. Maniac Pixie Wall. Rodisi. Rodisei. Rudy Rebel. Kispite. Gergő, nagyon szépen köszi. Brian, köszönjük szépen a 69 hónapot. Nagyon szépen köszi, haver. Belcher. Colthor. Rinodius. Köszi szépen. Grizzly Monster, köszi neked is a 69 hónapot. Ez sose lesz öreg ez a poén. Brutális Talpi, Triux, Ahocek, nagyon szépen köszi, 73 hónapot, Warhello, Nozi, Metihorn, nagyon szépen köszi nektek is, Revben, Torkvít, Edemje, nagyon szépen köszi nektek is, Ketios, köszi szépen a 80 hónapot. Nagyon örülök, hogyha tetszik, Ketios, izgultam nagyon, hogy milyen lesz. Mármint nem azon, nem közben, hanem utólag, hogy mit fogtok szólni hozzá. Nagyon szépen köszi, srácok. Szóval, most a USS Otagon vagyunk. Igen.